ezt ugye bele kell dugni a vizeletbe, kell várni 10-15 másodpercet, és utána ezen a dobozon van egy normál színskála. És ehhez össze kell hasonlítanunk, hogy a vizeletbe mártás után ezek hogy néznek ki. És abban az esetben, hogyha cukor van benne, akkor a cukros rész elszíneződik. Uh-huh. Győri Gábor szekszárdi gyermekorvos éppen azt a vizeletvizsgáló testcsíkot mutatja, amit akkor használ, ha valakinél felmerül például a magas cukor gyanúja. Például, ha a gyerek nagy mennyiségű folyadékot iszik, állandóan éhes, mégis csökken a súlya, és acetonszag veszi körül. A fáradékonyság, a hasi diszkomfort érzés, lányok esetében a nemi tájéknak a gyulladása, viszketése, illetve mondjuk az elhúzódó sebgyógyulás is ezen tünetek közé tartozik. Míg 30 évvel ezelőtt 100 000 gyermek közül csak 7 volt egyes típusú cukorbeteg, mára ez a szám 20-ra emelkedett, azaz minden 600 magyar gyermek közül egy diabéteses lesz, mielőtt betölteni a 15. életévét. Korábban jellemzően a 10-14 éveseket érintette a betegség, ma viszont gyakran jelenik meg a 6 év alattiak körében. A 22 éve praktizáló Győri Gábor is ezt tapasztalja. Amikor én 22 éve elkezdtem ebben a körzetben dolgozni, akkor egy gyerekkori cukorbetegséggel küzdő gyerkőcünk volt. Jelen pillanatban ebben a praxisban 4 is van. Igen, észleljük sajnos ezt a tendenciát mi is. Az egyes típusú cukorbetegségben a betegek hasnyálmirigyében az inzulint elválasztó Langerhans szigetek bizonyos sejtjei pusztulnak el. Ennek következtében nem termelődik inzulin, ami inzulinhiányhoz vezet. A szigetsejtek pusztulását autoimmun folyamat okozza, a kiváltó ok azonban a mai napig nem ismert. Jelenleg a világon a 15 év alatti egyes típusú diabéteszben szenvedő gyermekek becsült száma közel 500 000, és évente körülbelül 80 000 új esetet regisztrálnak.